Mondhatod, hogy vállod a segítséget a szakszereteknek abban, hogy a MÁV-nak a nyomorúságos helyzetén segítse javítani. Tanácsokkal, ötletekkel, történetekkel. Az elmúlt évek során számtalanszor éltünk ezzel a lehetőséget, azt is mondhatnám, hogy kötelességünkkel is, hiszen akkor, hogyha a vasút nyomorol, és relatíve egyre mélyebbre süllyed, mert gyakorlatilag erről van szó, egyre mélyebbre süllyed, akkor az nyilvánvalóan a tagjainknak, meg nekünk sem jó. Az megint más kérdés, hogy süket füldekre lehetünk. El kell olvasni a védjegyzőkönyveit, el kell olvasni kalandkedvet, olvasni a FB-nek a jegyzőkönyveit, hogy ott mik hangzottak el. Hány dologra hívtuk fel a menedzsmentnek a figyelmét, hányszor szóltunk, hányszor veszekedtünk, akár indulatosan is. Bírósági, rendőrségi feljelentések voltak pályaépítések ügyében, és nem most, és tudom, erőhely, soha semminek nem volt következménye. A GSRM ügyben, az FB, ha nem szóltunk négyszer, egyszer sem, és mondhatnánk még ilyeneket, akár a székház, akár az a nyomorult mozdonybeszerzés, amikor eltarták az igazgatóság elől és az FB elől azt az anyagot, ami alapján más mozdonyt lehetett volna választani, ami gazdaságos. De ezt nem akarnak itt ebben untatni, de lehet-e sorolni hosszasan a történeteket, hogy mik zajlottak és hányszor szóltunk. Hát amikor összejön egy társaság, egy válaszmány, vagy egy akármilyen gyűlés, másosra szólnak a dolgok, én természeti tanácskozás, hogy panaszkodnak a kollégák. És amikor egy szóvá tesszük, megemlítjük, akkor vagy hülyék vagyunk, vagy nem értünk hozzá, olyanok által természetesen, akiknek hát mondjuk volt egy érdettségünk, ami van, mint nekem űrhajós. Tehát én értem, hogy a kapu nyitott. Csak az a baj, hogy nem lehet rajta belépni. Amikor belépünk rajta, akkor ezt sértésnek veszik. Mert valakinek beleköpünk a levesébe, tehát valakiknek. És ha te így gondolod, hogy erre igényt tartasz, mi szívesen halljuk, de akkor azt is elvárjuk, hogy akkor élj is vele. És akkor megtesszük.